Sziasztok, kedves negyedikesek! Az én nevem Drenkovics Viktória, és a Gunarasi Dózsa György általános iskolából érkeztem. És a mai napon egy kicsit a nyelvtannal fogunk foglalkozni. Sok minden van, amit már tudtok, főleg ugye a mondatokról fogunk beszélni. A mondatokról már megtanultátok, hogy a mondat részei, az alany és az állítmány, és vannak olyanok, amelyek bővítményeket is tartalmaznak. Tudjuk azt, hogy vannak összetett és egyszerű mondatok. Az összetett mondatokat úgy különböztetjük meg az egyszerűektől, hogy több állítást vagy több tagadást tartalmaznak ezek a mondatok. A mai napon viszont az egyszerű mondatokkal fogunk foglalkozni, amik általában egy állítást vagy egy tagadást tartalmaznak. Az egyszerű mondat fajairól fogunk beszélni. Ennek több ö, különböző faja van, amit mindenképpen ismernetek kell, hogy a mondatokat elemezni tudjátok. Ez nagyon fontos lesz a továbbiakban is, mert végig kíséri majd a tanulmányaitokat. Amit már biztosan tudtok, hogy a mondatnak két fő része van, az állítmány és az alany. Van itt egy kis halacskánk, és egy mondat alatta, hogy a hal úszik. Mit állítunk? Mi lesz az állítás? Azt állítjuk, hogy úszik. Kire vonatkozik ez, vagy mire vonatkozik ez? A hal úszik. A hal pedig az alany lesz, tehát akiről, amiről állítjuk ezt az állítást, vagy ha éppen tagadás van, Például az úgy hangzana, hogy a hal nem úszik. Ezeket a mondatokat tőmondatoknak nevezzük, amiben egy alany és egy állítmány van. Erre számos példát tudtak ti is mondani, én hoztam itt kettőt. A fiú játszik, a kutya ugat. Mi az állítás? Mi az állítmányunk? A fiú játszik. Azt állítjuk, hogy játszik. Ki játszik? A fiú játszik. Mindig nagyon fontos az, hogy először az állítmányt keressük meg ezekben a mondatokban. Az állítmányhoz kapcsolódik általában mindig az alany, tehát az az, az alany, akiről ez az állítás szól. A kutya ugat. Az az állítmány, hogy ugat mit csinál? Ugat. Ki ugat? Mi ugat? A kutya ugat. A kutya pedig az alany. Ezek tőmondatok, és itt olvashatjuk is, hogy azt a mondatot, amelyben csak a két fő mondat rész van, ezt tudjuk, hogy az arany és az állítmány, tőmondatnak nevezzük. Ezen kívül számos példát ismerünk még, találjatok ki ti is néhányat. Például az eső esik, a kisfiú ö, labdázik. Utána vannak olyan mondatok, amelyek különböző bővítményeket tartalmaznak. Ezeket bővített mondatnak nevezzük, és ez azt jelenti, hogy a két főrészen kívül más mondatrész is jelen van ebben a mondatban. Tehát ezek a bővítmények, és ezeket bővített mondatnak nevezzük. Nézzünk, itt ö, hoztam két példát, ami nagyon hasonlít egymásra. Édesanyja a konyhában ebédet főz. Mit állítunk? Azt, hogy főz. Ki főz? Kiről szól az állítás? Édesanyáról. Édesanyja lesz az alany. Mi lehet a többi? Mit főz? Ebédet főz. Ez egy bővítmény. Hol főz? A konyhában főz. Ez is egy bővítmény. Ezekről a bővítményekről a későbbiekben sok minden mást is meg fogtok majd tanulni, hogyan jelöljük, hogyan nevezzük a különböző kérdésekre válaszoló szavakat egy mondatban. Utána van itt még, még egy bővítménnyel kibővülve ez a mondat: édesanyja délelőtt a konyhában ebédet főz. Mit főz? Ebédet. Hol főz? Konyhában. Mikor főz? Délelőtt. Tehát ezekre a kérdőszavakra, ha az állítmány és az aranyon kívül mást is tartalmaz egy egyszerű mondat, akkor ezek biztosan bővítmények lesznek különböző kérdésekkel. Nézzük, hogyan is Állnak ezek a bővítmények a mondatban. Az iskolás fiú délután a barátaival az udvaron játszik. Mit állítunk? Azt, hogy játszik. Ki játszik? A fiú játszik. Megvan az állítmányunk, ugye, az, hogy játszik. Ki játszik a fiú, az alanyunk is megvan, és ezeknek ö, vannak bővítményei, ahogy látjuk. Azok a bővítmények, amelyek valamilyen kérdésre, valami más kérdésre válaszolnak. Például, hol játszik? Az udvaron játszik, ez is egy bővítmény. Kivel játszik? Kikkel játszik? A barátaival játszik. Mikor játszik? Délután játszik. Ezek mind az állítmány bővítményei, mert az állítmányhoz kapcsolódnak. Hol játszik az udvaron, kivel játszik az udvaron, mikor játszik délután. Nagyon fontos megkülönböztetni, hogy a bővítmények melyikhez, melyik főmondatrészhez kapcsolódnak az alanyhoz, vagy az állítmányhoz. Az iskolás fiú. Ugye az iskolás már nem a játszikra vonatkozik, tehát nem az állítmány bővítménye lesz, hanem az alany bővítménye. Tehát milyen fiú? Iskolás, fiú, ez lesz az alany bővítménye. Van olyan, amikor az alany nem derül ki, hogy kicsoda, rejtve van. Vannak olyan mondatok, amikor rá tudunk jönni, hogy kiről is szól, vagy kihez is szólnak ezek a mondatok, és meg tudjuk találni ezt az alany benne. Ez, ezek ilyen esetek. Ha én azt mondom, hogy ne haragudj, ezt te tudod biztosan, hogy neked mondom. Tehát te ne haragudj. Itt ugye a rejtett alanyról, ha rejtett arany alanyról van szó, akkor. Utána mindig zárójelbe tesszük, hogy rejtve van az alany, de tudjuk, hogy kiről van szó. Te ne haragudj. Mit állítunk? Ne haragudj. Ez az állítás, alanyunk nincs, kire vonatkozik rád? Hogy te ne haragudj, ez lesz a rejtett alany. Nagyon megijedtem. Mit állítunk? Azt, hogy megijedtem. Honnan tudom, hogy kiről van szó? Hát onnan tudom, hogy az állítmánynak a személyragja utal arra, hogy ki lesz az alany. Megijedtem. Ilyet csak akkor használok, ha rólam van szó. Én megijedtem. Ez ugye egyes, ö, egyes szám, első személy. Én megijedtem. Ez lesz a rejtett alany. Mivel utazunk, itt is ugye, Erről a ragról rátod, hogy kiről vonatkozik, mikor használunk ilyet. Utazunk, mi utazunk. Tehát azt állítjuk, hogy utazunk, kik utaznak, mi utazunk. Ez lesz a rejtett alany. A következő, következőn szintén itt látjátok, hogy hogy is mi az, amit figyelni kell, mindig a személy ragját. Van olyan, amikor egy mondat hiányos. Ezeket hiányos mondatoknak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy az a mondat, amelyikből egyik vagy a másik főrész elmarad, tehát a két főrész, vagy az alany, vagy az állítmány, vagy mindkettő, ezek hiányos mondatok lesznek. Például alig maradt az edényben. Mit állítok? Maradt. Mi maradt? Hát fogalmunk nincs, hogy mi maradt, mert azt nem írja le. Gondoljuk, hogy valamilyen ételről van szó, ha már edényben maradt, de hát ezt nem lehet tudni, hogy micsoda. Itt nincs alanyunk, tehát ez egy hiányos mondat. Nézzünk itt még egy példát, gyakoroljunk egy kicsit. Peti ma délután a számítógépén, elkészíti a házi feladatot. Mit állítunk? Azt, hogy elkészíti. Ki készíti el? Peti. Tehát az alanyunk is megvan, Petiről szól ez, a, ez az állítás. Nézzük, mi van még ebben a mondatban. Mit készít el? Feladatot. Milyen feladatot? Házi feladatot. Ezek bővítmények mind készíti el, vagy hol készíti el? A számítógépen készíti el. Mikor készíti el? Ma délután készíti el. Ezek mind bővítmények lesznek, és hogyha az ahhoz kapcsolódnak, ami az állítmányunk, hogy elkészíti, akkor ezek az állítmányhoz kapcsolódó bővítmények lesznek. Itt van még két példa. Van olyan, amikor két alanyunk van. Zsófi és Kata nagyon várták a szünetet. Mit állítunk? Azt, hogy várták. Ez lesz az állítmány. Ki várta? Zsófi és Kata. Ez külön két alanynak számít, de viszont egy állítmányunk van. Ilyen is létezik az egyszerű mondatok között. Előfordul, hogy több állítmányról is szó van. Például Márk nyáron a tóban fürdik és játszik. Mit állítunk? Azt állítjuk, hogy fürdik, és azt állítjuk, hogy játszik. Tehát mind a kettő állítás. Két külön állítás. És kire vonatkozik? Ki fürdik és játszik? Márk. Ő lesz az alanyunk. Nézzük a bővítményeket. Hol fürdik? A tóban fürdik. Mikor fürdik? Nyáron fürdik. Tehát ez a kettő kapcsolódik a két állítmányhoz. Összegezzük akkor, hogy miről is beszéltünk a mai órán. A tőmondat, ugye az, ami. Csak egy állítmányt és egy alant tartalmaz. Például: Esik az eső. Mit állítunk? Esik. Mi esik? Az eső. Vagy emlékeztek a, fel, a példára, hogy a kutya ugat. Mit állítunk? Ugat. Mi ugat? A kutya. Vagy itt egy másik példa. Anya süt. Mit állítunk? Azt, hogy süt. Ki süt? anya, süt, megvan az állítmány és az alany, akkor ez egy tő mondat. Beszéltünk a bővített mondatról. Megállapítottuk, hogy azok a mondatok, amiben benne van egy állítmány és egy alany, és ezen kívül még bővítmények vannak benne, ami különböző kérdésekre válaszolnak, például mikor, milyen, mit, kivel, stb., akkor bővített mondatról beszélünk. Anya csak tortát süt. Mit állítunk? Azt, hogy süt. Ki süt? Anya. Mit süt? Tortát. Milyen tor Mit süt? Milyen tortát süt? Ez is egy bővítmény. Csak tortát süt. Tehát ezek kapcsolódnak az állítmányunkhoz. Van olyan, amikor rejtett alany van, Például tortát sütöttem. Itt az állítmány személyragján fogjuk látni azt, hogy ez kiről is szól. Hogy, tudni, hogy tudjuk azt, hogy ki legyen az alany, kiről szól ez a mondat. Azt állítjuk, hogy sütöttem. Ki? Hát én, mert én sütöttem. Mit sütöttem? Tortát. Ez, ez is egy bővítmény. Hiányos mondat, ugye az, amikor valamelyik fő mondatrész hiányzik, tehát vagy az alany, vagy pedig az állítmány, akkor ezt hiányos mondatnak nevezzük. Itt egy példa. Nem maradt belőle. Előtte már a tortáról beszéltünk, ezért biztos gondoljátok, hogy a tortáról van szó, de hát sajnos itt nem tudjuk, hogy miről van szó. Nem marad belőle, nem tudjuk, hogy miből hiányzik az alany. Azt állítjuk, hogy nem maradt, mi nem maradt? Nem tudjuk. Akkor ez egy hiányos mondat. A ti feladatotok az lesz, hogy a füzetedbe felírod a címet, és mindegyikre, mindegyik ilyen. Példához találki te is egy saját mondatot, amivel ö, te is meg tudod jegyezni, hogy milyen fajai vannak az egyszerű mondatnak. Amikről beszéltünk, mindegyikről egy saját példát. A tőmondatról, a bővített mondatról, amikor rejtett alany van, és a hiányos mondatról. A könyv segítségével talán biztosan vagyok benne, hogy tudtok dolgozni, de nyugodtan megkérdezhetitek a tanítónéni, tanítóbácsit, biztosan segíteni fog nektek. Saját mondatokkal dolgozzatok, és mindig az a fontos, nem az, hogy megtanuljunk egy definíciót, hanem az a legfontosabb, hogy ezt a gyakorlatban is alkalmazni tudjuk. Ezért fontos, hogy te csináld meg, te készítsd el ezeket a mondatokat a te szavaiddal, és utána elemezd ki, van-e benne alany, állítmány, és melyik egyszerű mondat fajához tartozik. Jó munkát kívánok nektek, és legyetek ügyesek. Viszontlátásra!